Aha, nem tudom, mennyi tejszínen van. Sok van már benne. Ó, elég is, jó van, azt hittem nem lesz elég. Felkeverem. Kész, ezt is szeretem, ez a half-half. Ugye ez a fele tejszín, fele tej, valahogy azt hiszem úgy van. Ez még föl sem volt bontva. Ére? Már föl volt. Alright. Ha gyerekek! Egészségünkre. Ebből meg lehet inni 5-öt egy nap. Nyugodtan. Semmi baj nem lesz. Finom. Nekem ízlik. Istenem. Dajátok magatokba, megy a picsába. Szórakozó. A jó kávét ott hagytod, a szart meg megízod. De jó. Kávéról ennyit. Most fordítjuk komolyra a szót, gyerekek, itt nem itt baromságozó, hülyeskedünk itten mindennel. Igaz? Mindenből viccet csinálni nem lehet. Na, gyerekek, mai program. Program. Főzés. Első, ugye itt láttátok, hogy itt ezen dolgoztam, igaz? Ez le van mosva. Oké? Ki és elmosva a felület, mert ugye mindent ide szoktunk pakolni, zacsvába, amikor vásárolunk is minden. Ez, valaki mondta, hogy ezt miért nem rakja, rakom el innen, itt a disinfecting wipes. Hát azért, mert használjuk. Azért, mert ezzel, utána ez ilyen nedves törlő, ezzel le van itt törölve minden. Szépen. Az azért van ott, az mindig látszik. Oké? Ez megtörtént. Na most, mit csináltam ezzel a mellehússal? Annyit csináltam tegnap, gyerekek, most ide kirakom őket, hogy annyit csináltam, hogy lefűszereztem. Ugye nem mutattam, majdnem úgy volt, hogy még meg is csinálom, de hát már hova, késő volt, megmentünk keresni ezt a nyavaját, amit ma megvettem, egy pillanat. Tegnap ezzel a Grill Meat Smoky Montreal steak fűszer keverékkel, ugye ezt én lefűszereztem. Ez rendkívül. Ebben minden van, ami kell. Ugye McCormick termék, hagyj reklámozzam, mert megérdemlik. Nagyon kellemes. És így néz ki. Ugye ezt a steakekre mindenre teszik. Meg arra teszik, amire akarod. Vagyis te arra rakod, amire akarod. És akkor ezzel én az este ezt lepácoltam, lefűszereztem. Beállítás rendben van. A következő, amit csinálunk. Ugye... Várjál. Vagyis innen nyitunk, igen. Itt, ugye, a borotvai, most az, épp az előbb megfentem a kövön, gyerekek. Ez rohadt éles lett most. Ugye ez van, kinyitom. Megcsináljuk a pillangót. Most azt hiszem Szlovákiában él egyik fiatal zsivány beírom, akit én kedvelek. És beírta erre, mikor itt kiterítettem. Így, és hát ugye itt van ez a rész. És akkor beírta ilyen provokatív módon, hogy hát ez most mire hasonlít. A fene a fantáziád. De szóval most bemondom a nevedet, mert beírtad a nyilvánosba. A csívó. Csávó vagy csívó, mit tudom én, hogy mondjátok. De azt hiszem, te Szlovákiába jött. Azt mondja, ez most mire hasonlít? Hát arra, amire gondolsz. Körülbelül, ugye? Na, csinálj, lepke, pillangó. Pillangóra hasonlít. Mi másra? Mi másra hasonlíthat? Ugye? Hát, ilyen. Igen, ott jár az eszed, ahol más rendes embernek a akármilyen. Úgyhogy éhes disznó makkalálba szokták mondani. Jó, tehát kinyitogatjuk őket. Nem is tudom, mi a francnak csinálok ennyit. Még a végén rajtunk marad, de hogy fog ez. Ez annyira finom. Kértétek sokan, kicsit legyenek hosszabbak, részletesebbek a videók,
mert azelőtt én már ilyenkor egyet megcsináltam, igaz, és már vágtam is meg a videót, úgyhogy kicsit többe tovább fogom mutogatni a cuccokat. Következő, amit csinálunk, hogy kiklofoljuk. Nem kell nagyon verni, mert lehúsáló van szó szép röccsön, ha nagyon összetöröd. Viszont ezt a vastagabb részt, ezt le kell puhítsuk. Itt már külön fűszerezés nincs. Mikor a legelőször voltam Amerikában, az már nagyon rég volt, több mint 30 éve. A leányom akkor volt uton, akkor ugye még nem született meg, de már uton volt. És hát én akkor egyedül jöttem ki Chicagóba. Na most, hogy mihez tudjátok kapcsolni ezt az időszakot, amikor az legelső Challenger katasztrófa történt, amikor ugye lezuhant sajnos a kilövésekor, ugye, és ott heten láttam az emlékművet, mikor voltunk a Kennedy-fokon, Cape Canaveralen, ugye, a Kennedy Space Centerben ott volt egy marha nagy ilyen rohadt nagy, azt hiszem a fönn itt van a utazók videókon, ott vannak a neveik, ott mutatom is szegényeket, hogy jártak. Na, szóval ezt most itt hagyom, ugye, mosogatás. Na most jön az a rész, amit ha meglátsz, kiúr az a cipődből, páros lábbal természetesen. De, hogyha majd ezt megkóstolod, ugye, megcsinálod, ahogy most mutatni fogom, és megcsinálod, és megkóstolod, akkor pedig az fog következni, gyerekek, hogy imába foglalod a nevemet, ugyanúgy, mint a japán nő, amikor a férjével megtörtént a szexuális... Jól mondom? Szépen beszélj. Tehát megvolt a házas élet, ugye a napi, minden este természetesen elvégezte a házastársi kötet. Ezért tudjátok, miről van szó. Magyarul, mikor dugás után a nő hálaadó imát mormor el a férjének, és közben így tudjátok, ahogy a japánok szokták, a férjének a jó szexért, tehát egy imát fog elmondani. Na most ebben az esetben is ez fog történni, hogyha ezt ti megkóstoljátok. Imába foglaljátok a Jani bácsi nevét, ha álmodban lesz, akkor felsírsz, és azt mondod, hogy hát, csak még egyszer. Hadd kóstoljam meg. Jó. Remélem ez így lesz. Igen, elővettem két hát éve föl is jön a kezemre, nőgyógyászati segédeszközt. Gyerekek, úgy fel vagyunk szerelve, mindenféle nyavajával ilyen gumikesztyük meg egyebek. Na most. Én hordtam maszkot nagyon sokáig kórháznál, ott muszáj volt, megszoktam. De azok ilyen szövetanyag voltak, ilyen könnyű volt, ugye. És nem eldobható, hanem azt mindig mosták. Még akkoriban így ment, ugye a műtőben, mikor dolgoztam. Na most ez nem nagy képűségből van, hanem óvatosságból. Ugyanis most jön egy olyan rész, ami... Múltkor csináltam kesztyű nélkül, gyerekek, és égett a, még az éjszaka folyamán is égett az ujjam. Ugye? Mert ez még így mindig erős. Na most én
én ezt, amennyire lehet kiszedem, nem 100%-osra, de kiszedem. Ugyanis hát ebből Évi is fog enni remélhetően. Valamennyi lesz benne, nem sok. Van egy tűrési határ, amit a Évi még elvisel, de gyerekek, ilyen embert még ti nem láttatok, hogy egyszer allergiás. Hallott? Van ilyen köztetek? Hogy egyszer allergiább, megőrül a redde fizikai fájdalma van az erőstől. Van, aki meg, hát ha nem erős, valami meg se eszi. Ugye? Meg se eszi. Én a magyaros szűzérmét, én azt úgy ettem odahaza, hogy méreg erős volt, meg lecsókat is. Sőt, a lucskos káposztát, mindent. Beerősöztük, volt az cseresznye, paprika. Na, mit akartam kihozni a Chicagóból? Tehát az, hogy, oké, és mit visszamegyünk, most belevágok saját szavamba, ugye, ez már baj, nem? Az ember saját magá szavába is belevág. Az, amikor felteszed magadnak a kérdésre és válaszolsz rá, akkor jobb, ha elmész az orvoshoz, hogy valami nem stimmel. Szóval, és ott én ugye dolgoztam egy kicsit az akkori a húgomnak az élettársánál, akinek volt egy body shop, ez ilyen karosszéri alakatos műhely, és hát én ott dolgozhattam egy kicsit. Jó jött az a pénz, mikor hazavittem. És az volt a reggel a dolgom, ugye ott nem főztek kávét, volt egy ilyen, emlékeztek, voltak régen a szódás, azok a nyomós szódás üvegek, és volt egy ilyen kis rekeszszerűség, és ilyen, most nem akarom kimondani angolul, magyarul is ugyanaz, illetve hát magyarul FAK, tehát rekesz lukak. Tehát még egyszer, mert ha ezt a szót kimondom, akkor beletörölnek nekem, vagy letítsák a videómat. Nem szabad használni. Csúnyát jelent. Ugye? Szektorok. Na, ez jó. Szektorok, amiben belerakták a szódás üvegeket. Na most ez meg volt nekem körülbelül ekkorába, és abba kávés bögrék voltak, meg volt amelyikben nem, és akkor reggel 17:30 át kellett menjek oda a görökhöz, és az pontosan tudta, hogy melyikben milyen kávé kell, vittem a pénzt is, és én jöttem át, ugye mínusz 30 fokos hidegbe, nem viccelek, mara hideg volt. Ugye jött a Michigan felől az jeges szél, és akkor hoztam a kávét a melósoknak, meg a hugoméknak, meg a izének. Ugye ott nem főztek kávét. Na ennyi az a kávéról. Állítólag a YouTube is, meg a Facebook is bekeményített a cenzúra, és bizony gyerekek, az algoritmusok most már akkor is reagálnak, itt minden lemostam az erőstől, akkor is reagálnak, hogyha aki leírod az első betűt, meg az utolsót, és a többit pedig kipontozod. Akkor is törlik a izédet, a kommentedet, és kitilthatnak 30 napra. Szóval itt, amit az előbb mondtam, azt én letöröltem, azt az egy szót. Ami F-word, úgy mondják, ugye így ki lehet mondani, de mi a fene? Nem mondhatom ki, mert van a algoritmus, érzékeli, akkor szarba vagy magyarul. Hát aztán, hogy a magyar algoritmusok, állítólag már ott is van ilyen, hogy érzékel különböző szavakat, ugye, a magyar változatnál is, hogy már erre is odafigyeltek. Na hát, mit csináljunk? Na, előkészítem itt a cuccokat közben, hogy látni. Várni ezt. Várja, visszateszem egyelőre ide. Azt lehet, hogy nem teszek bele. És itt van ez. Na jó, van. Ja, nem, még nem veszem. Lemostam a paprikákat. Ja. És akkor jó van összekeverni, mert ez kemény. Tiszta. Ez kemény, ez a rész. És látszik minden. Jó. Igen. Egyik felébe lesz ilyen, melyik a párja, mindegy.
Na megjegyeztettem, ez el van találva. Másikba pedig teszek ebből a puhábbikból. Maradj itt. Így elfogy ez is, az is. Összekevertem volna, akkor jobb lenne. És összecsukjuk a paprikákat. Ha, babás? Jó néz ki? Na, keressük meg a... Párosítjuk őket össze. Ez ennek a párja. Ez ezzel páros, és ez. Jó, eltaláltam. Jó van. Nagyon örülök neki, gondolom ti is. Azt mondjátok, kezd visszatérni a régi Fodor János. Nem igazán. Aztán nem is folytatom, mert az előbb is mondtam, nem, hogy jövök be, és akkor nincs farkcsóválás, stb. Esetleg, ha én megcsóválom a saját farkam, hát azzal meg mire megyek. Megleggetem a szélbe! Bassza meg! De lesz hamarosan. Én biztos vagyok benne, hogy beszerzünk egy gyönyörű, szép kis fiatal kis kutyát. Csak időkérdése. Egy kedves hölgy írta nekem, hogy hát ő nagyon boldog volt, amikor is ugye egy ugyanolyan kutyához jutott hozzá, hajszál pontosan, még a szőrzete is, azt hiszem, mi is volt? Pekingéz, azt hiszem, kis pekingi pincsi, vagy valami ilyesmi, és ugye, rá 6 hónapra, és aztán teljesen, mint hogyha a reinkarnációja volt az ő kutyájának. Mert azt mondja, még a foltok a szőrén, szóval minden egy és ugyanaz volt az új kis picike kis párdekás kutyának. Szóval, hát aki hisz benne, hisz, remélem, hogy van ilyen. Jó? Mit szóltok hozzá eddigi teljesítményhez? Ezt most már beleteszem ebbe. Nem lett volna elég, ha csak ezt a keményebbiket használom, de ide most már bele fog férni. Elhasználom. Úgy. Összecsuksz. Még ebbe teszek, ebbe még lehet. Nyugodtan keveset ide. Yeah. Úgy van. Jó dagi lesz. Alright. Ennyit erről. Na most itt kétesélyes a dolog. Egyelőre így gondolom, hogy innen tekerem be. De nem biztos. Lehet, hogy majd onnan görge. Még azt el kell döntsem. Most nincs kedvem megnézni azt a videót, amin ugye ezt elkészítették, hogy ő hogyan tekerte. Itt teszek egyet többet, ez jóval nagyobb. Még bele. Ez majdnem olyan, mint a téli szalámi. Majdnem. Van benne egy kis, mint az, hogy egy hegedűvonóval, ugye, szokták mondani. Van benne egy hegedű vonónyi, ilyen téli szalámi jelleg. Jó, és ezt pedig a Jani bácsi behegedű vonózza ide a szám. Ugye. Na. Úgyhogy nincs pacsékolás, semmi nem mehet kárba. Szóval, nem akarnék úgy járni, mint az egyszerű rendőrök, amikor ugye volt kutyájuk, rendőrkutya, azt bementek a kocsmába igazoltatni. Aztán kijönnek, befejezték, hogy ez így jó lesz, szerintem. Fordítva. Na, jó lesz. Ó. Na, nocsak, egész. Ja, jó lesz így. Igen. Szóval kijönnek a kocsmából, aztán
lebukik négy kézláb, és benézett a kutya alá. A rendőr az egyik. Azt mondja, Józsi, mi az Isten csinálsz? Á, ezt nem értem, azt mondja. Most már az második esetben mondják, amikor bejöttünk ide a múltkor is, meg most is, azt mondja, hogy itt van ez a kutya, azt mondja, azzal a két fasszal. Na, ugye ő félreértette, és hát visszarohan, berágott, hogy mernek ilyet mondani rá. Előrántotta a pisztolyát, elordította magát, hogy a csőre töltötte. Most oda lövök abba a sarokba! Ugye? Mindenki elrohant onnan, ugye, oda lőtt egyet. Azt mondja, most abba a sarokba lövök! Akkor mindenki szaladt át ugye a másik oldalra. Ugye ezt megcsinálta, négy sarok van. Aztán, hát ugye már ötödik sarok nincs, de még ugye volt két golyó, mert ugye ezekben a PA-63-as 9 mm-es pisztolyokban ugye annyi volt. Nem lesz elég a szalonnám, mindegy, akkor az majd szalonna nélkül lesz. Vagy valamit kitalálok. Ja. Hát ugye azokban már több golyó, hát ugye több sarok nem volt, de még volt két golyó, ugye, mert abba belefért 7, ugye egyet csőre töltötte, azt még egyet, ha belenyomta, akkor 7 golyó ugye bele tudott benni. Na, itt a egyik malacka. Kicsit spórolósabban, ugye az? Ugye az emberek ott vártak, hogy na most mi lesz, ugye, mert tudták, még van két golyó, azt mondja, megakadt, azt mondja, most nem tudom, hova lövök. Na, erre azt mindenki kirohant a kocsmából. Ez egy hülyeség. Most nem tudom, hova lövök. Na hát én jártam így most, hogy nem tudom, hogy tekerjem. Na, mennyi van? 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hát akárhogy csinálom, onnan egyet leveszek, bassza meg. Ezt a utolsót, ez már akkor így kijön, azt meg majd széjjelöbb veszem. Beosszuk, jó lesz, így is. Jó van. Oké. Na. Ja, így is, így még van 3, 2, ja. Jó széles. Jusson is, maradjon is, igaz? Na. Szerettek bíbelődni, ilyesmivel, gyerekek? Én imádom ezt csinálni. Sokan azt mondják, hogy ennyit baszakodni, szarakodni, az igaz, én nem. Pont fordítva, megnyugtat, és hát majd meglátjátok az eredményt is, hogy tényleg jó lesz. Na, ez szép lesz. Na, majd azokon is igaz, ez jó szélesek, szerencsém van. Oda néz, lefedi, jó van. Nagyon örülök, gondolom ti is, rendkívül módon örültök. Alright, még azon kell igazítsak. Oda jut egy, mert itt van 4. Nem gondoltam, hogy ezek ilyen szélesek lesznek, és így... Nem tudom, milyen szerencsém van. Gyerekek, aki unja, tudjátok, lehet gyorsítani. Így. De hát nem ezt a jelzéseket, azt a jelzést kapom, hogy egyáltalán azt mondja, hogy nem unalmas, és hát... Ezt így a más ilyen hivatásos ugye szakácsok nem szokták így ennyire részletesen mutogatni semmit. Majd van olyan, hogy majdnem úgy
Akkor mutatja a kaját, mikor már kész. Oranénsz. Na jó, ezt újra kezdjük. Újra kezdjük, mert ez így nem tetszik. Ja, kicsit idébb jönk, így. Nem mozdulj, Rozi! Oké. És így. Már jobban néz ki. A végeit nem muszáj lezárni, és nem fog kifolyni a sajt. Ugye, mert a paprikában benne van a sajt, le van zárva, ugye, és körbe van tekerve, tehát nem tud kifolyni. Mit szóltok hozzá? Vélemény? Majd megírjátok. Oké? Készítettem ide, előre levagdostam ilyen étkezési. Hát, mit szóltok hozzá, kössek? Kötözzem? Vagy csak tekerjem át egyszer? Just in case? Azt mondja, just in case az azt jelenti, hogy biztos, ami biztos. Rátmegyek rajta így a... Ja, nézd oda, masszívabb lett egyből. Ója. Nagyon jó. Igen. Ja, masszívabb lett, igen. Kicsit ilyen... régen. Megyek. Ója. Megkötözzük. Csak így. Ennyire. Jó. Ez jobban összefogja. Jó. Ezt már nem mutatom végig. Ezt a hármat fóliázom. Nem sütöm most ki, sőt valószínű, hogy majd csak egy lesz kisütve. Egyet kisütök most, ugye a kamera miatt. Azt valószínű, hogy hát fél három. Na, nem, meg nem fogom enni. Majd legfeljebb visszamelegítem. Ezt viszont majd csak akkor sütöm, mikor már a feleségem itthon van, mert ez igazából frissen jó. Jó, ez megy a hűtőbe. Ezt pedig mindjárt sütjük. Jó, sütőt is előmelegítem. Bét, azt mondja, hogy egyelőre 350. Oké, ez így zsír, csirke zsír, levesszük, itt van. És elkezdjük szépen a szalonnát, rásütjük. Oké. Nyugiba, nem kapkodunk. Van időnk, igaz? Mindegyik oldalát egy kicsit, csak ilyen húzósra. Ennél jobban nem sütöd meg, ugyanis majd a sütőbe fog megsülni. De teljesen körbe ugye megsütjük. A grillen egyszerűbb dolgom volna, mert ugye fölülről is kapja a fenét, ugye a barbecue-n. Ömlik a nyálam, gyerekek, ömlik! Tudjátok, hogy én reggel elkészítettem a Évinek a kajáját, és én 5 órakor ettem a fenét. Egy 4 tojásos rántottát simán csak egy zsömlével. Én azóta semmit nem ettem. Hány óra? 14:30. De nem bánom. Gyerekek, fogynom kell egy kicsit ez a helyzet. Most, hogy a kutyám ugye elment, már 3 kilót leadtam. Nem egészen. Hát szóval így még annyit lehet csinálni, hogy a Remzitől láttam ezt a módszert, hogy a Remzi locsolgatja az árut. Ugye? Ő használja ugye az olíva és a vajat. Én nem teszek most vajat bele.
gyakorlatilag így is meg lehetne sütni az egészet. Látjátok? Közepes tűz. De azért sül. Még ad ki a szalon egy kis zsiradékot. Lehet hallani, ahogy ugye a szalonnában van víz, hogy ahogy megy ki belőle a serceg. Na, ez egy türelem, türelem. Állj meg, gyerek! Megtartok egy kicsit. Akarom, hogy minden oldala kicsit megkérgesedjen. Gyerekek, azért nem olajat raktam, mert ez a szalon, ez zsírt enged ki, és jó íz, ez füstölt szalonna, rendkívül jó az illat. És ugye most ez a csirke zsírrel, ami keveredik, és marha jó zsíros kenyér lesz. Mindjárt kész. Jó, gyakorlatilag együtt akartam csak. Várjál, itt még egy kicsit. Hajlandó vagyok megtartani. Nagyon jó. Na, erre a színre vártam. Higgyétek el, megéri ez a szarakodás, higgyétek el. Jó van. Egy keveset teszünk ide. Sütő. Teljesen átsütjük. Én úgy gondolom, hogy 10 nagyon figyelni. Amikor már jó, olyan ropogósra megsült, akkor kész vagy. Az biztos, hogy akkor a belseje is átsült. Most ehhez az ételhez külön köretet nem készítek, nem is kell. Rakjál jól ezzel a hússal. Úgyhogy mindössze jégsalátát. Ilyen jó apóra, összevágunk. Természetesen megmosva minden. Előkészíted a kedvenc saláta öntetedet. Blue cheese, ranch, bármi, amit szeretsz. És krumpli helyett pedig paradicsom, kicsit nagyobbra vágva. Érdekes, ennek a paradicsomnak még volt némi íze is, komolyan. Ez helyettesíti most a krumplit. Mi, amióta kint vagyunk, leszoktunk arról, hogy megsózzuk a paradicsomot, meg egyebeket. Gyerekek, ez itt van. Alright. És akkor, hát majd amikor kiszedsz, külön tányér, akkor a saláta önteteddel, ugye megöntözöd. Ja. Mutatok egy példát, itt van. Csak így kapásból, amíg még millió dolgot tudnék rászorni. Tehát, mi ez? Ugye ott van jégsaláta, paradicsom, fekete olíva, halapinyó paprikával töltött olíva, zöld olíva, akkor mehet rá nyugodtan
még ezek mellé egy enyhén, de csak így. Így. Ja, ez túró, cottage cheese, és esetleg még ha fokozni akarod a dolgokat, akkor, de csak így halványan. Nézd oda, így. Alright. Ugye, mondjuk kicsivel másképp néz ki, igaz? Aztán ugye itt van a ranch, itt van a blue cheese, öntet, nem teszek, erre már nem teszek, tényleg nem teszek, feleségem biztos, hogy fog. Majd neki is csinálok egy ilyet, olívák nélkül. De aztán lehet mondom, olíva, olajjal is megöntözheted egy kis ecetes, mit tudom én, citrom. Még egyszer elmondom, fantáziád nem szabhat határt. Ugye a fantáziádnak semmi nem szabhat határt, tehát úgy csinálod meg, ahogy te szereted, vagy ahogy jól esik. Én próbáltam adni egy ötletet, oké? Okay? Mit szóltok hozzá? Átsülhetett? Jobban nem akarom megégetni. Hát ez minimum 10 perc. Minimum ahhoz, hogy én ezt ugye elkezdjem vágni. De ebből a zsírból kivesszük. A spárgáktól megszabadítottam, óvatosan. Bármilyen barbecue szószod van. Akár grévi. Hú, micsoda illata van, gyerekek. Én a most Mapin, ez a Everglades, a Sweet Florida Onions, gyerekek, csodálatos egy barbecue szósz. Csodálatos. Nos, még annyit hozzá szeretnék fűzni, disznóhússal is elkészítheted. Nem kell mindig csirkehús, mondjuk, mert csirkehússal úgy vagyok, gyerekek, hogy lassan úgy fogok kukorékolni, mint odahaza a kakasok, már annyi csirkehús tettünk utóbbi időszakban. De még marad is a programban. Majd most egy kis halazás, hal. Tele van az izé, megint hoztam egy csomó halat. Úgyhogy majd a legközelebbiekben halakat fogok készíteni. Hát, mit szoktak mondani? Jaj, ez amikor eszed ezt a barbecue szósz, gyerekek. Ezt a floridait, oda néz, jön ki elé. Akkor olyan érzésed van, mint amikor az aligátorok harapdálják a lábadat. Oda néz. Wow! Wow! Nézd meg! Erre mondják azt, hogy food porn! Látszik jól? Food porn! Ott van. Jesus Christ! Ezt azonnal meg kell kóstoljam. Azonnal, gyerekek, oda néz. Ugye a csirkehús az átsült. Ugye, mert az van kívül, és ugye mindjárt mellette volt a szalonna, belül a szalámi van. Ugye az, ha megsült, ha nem, az úgyis jó. És hát a paprika meg a sajt, ugye az lehet látni, hogy megolvadt. Úgyhogy belül nincs hús, tehát nincs olyan, hogy nyers maradt, ezt azért mondtam csak el. Elvagdossuk kicsikre. Jaj, de jó! A harapínyónak a íze, gyerekek, és nem erős. Van egy kis... Bocsánat, hadd nyeljem le. Beszélni. Tehát a harapínyónak van egy semmi más paprikában nem összehasonlítható aromája. A harapínyó és a philadelphiai krémsajt együtt, és a kicsit ez a füstölt ízű szalámi, a füstölt szalonna, és ugye hát maga a csirkemell, ez tökéletes, plusz ugye megkoronázva ezzel a barbecue szósszal, kik.
csináltam volna a grillen, ott van 40 fok körülbelül most, biztos. Nem tudom, felesége, mit szól ez. Megkérdem tőle, hogy van-e kedve mondani egy hálaadó imát. Kaja után. Na, gyerekek, nem bírt. Meg kellett tegyem, mert annyira jó volt, hogy addig mondom, hogy nem beszélek. Hát remélem, hogy én is loptam az ötletet valahonnan, ti is lopjátok el én tőlem. Jó? Ez nem a pontos mása annak, amit én láttam, ott grillen csinálták. Ugye nyilván, hogy a csarkolon, ha sütöd, akkor még jobb, ugye a füstíz miatt. De gyerekek, ez itt is tökéletes. Higgyetek el. Az ötlet onnan van, az eljárás pedig az enyém volt. Köszönöm, hogy megnéztétek a videót. Maradok tisztelettel. Jani bácsi Floridából. Jó egészséget. Bye-bye.